Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Benne elsőként védendő építészeti értékeinkkel foglalkozunk. Ma este két bakonygyepesi házat ismerhetnek meg. Helyi védelemre javasolt épület a főút 164 szám alatt található ház. Miért? A lakóépületek között ez is egy tipikus bakonyi parasztház. Szép boltíves tornácával, hengeres oszlopaival, és a régi tömeget visszaadó jelenlegi formavilágával. Tehát szeretnénk hosszú távon is biztosítani azt, hogy meg tudjuk nézni azokat az eredeti bakonyi házakat, népi házakat, amelyek jellemzők voltak akár 100 évvel, 150 évvel ezelőtt erre a környékre. Mikor épülhetett pontosan ez az épület? Pontos építési dátumról nincsen információnk. A formavilágát, kialakítását, helyiség rendszerét tekintve nagy valószínűséggel az 1800-as évek második felében, közepe tájéken épülhetett ez az épület is. Mit lehet tudni arról, hogy kik lakták? Biztos, hogy földműves emberek lakhatták, a kialakítása, a mérete alapján. Tehát nem a dúsgazdag polgári életet élő emberek tipikus lakása volt ez, hanem a földműves, egyszerűbb családoké. Mi jellemző a népi lakóház belső elrendezésére? Legfőbb helyisége, legfontosabb helyisége konyha volt. Ezek nyitott tűzteres konyhák voltak, ami azt jelenti, hogy a füst szabadon tudott szállni a konyhába, és a konyha födéme, ami egyben egy kéménytest is volt, vezette el a füstöt. A konyhának, mint központi elosztó szerepe miatt az utcai szobája a szép első tiszta szoba volt, amelyet család mérettől függően vagy laktak, vagy pedig tényleg a vendégek számára tartották fel. És a konyha mögötti helyiség volt az igazán használatos szoba, amit a család használt. Ez a háromas tagozódása magában a családi háznak a legjellemzőbb formája. És ez a három helyiség előtt pedig a déli oldalra tájolva egy tornác állt, amely kellemes klímát biztosított nyáron a belső helyiségeknek, illetve jó összekötetést tudott adni a helyiségek tömegének, összességének. Mi az, ami eredetiben megmaradt ebben a házban, hiszen látszik a kerítés, és egy külső kapu, illetve egy kisebb bejárat is látható a homlokzaton. A fő tömege az biztos, hogy az eredeti lehet. A kapu helye, mérete is azt gondoljuk, és a jelenlegi látható fa deszka kapu is nagyon szépen tükrözi az eredeti formáját, illetve a kialakítását. Tehát valószínűleg eredetileg is egy fa kapu állhatott itt, és jellemző volt erre vidékre, hogy egy tömör kialakítású megoldással éltek. Tehát azt gondolom, hogy magában az utcafronti kialakítás az nagyban hasonlíthat akár 150 évvel ezelőtti, gondolom nagyjából eredeti építés idejének korára, amiben vannak változások, azok a nyilászárók. Sajnos az új nyilászárók elhelyezésére nem vették figyelembe, hogy ezek valamikor osztott kivitelű ablakok lehettek, vagy 4 vagy 6 részre volt felosztva abban a korban az ablaküveg, illetve két nyíló szányra. Most az helyett egy tipikus tüzépi ablak került bele osztás nélkül. Úgyhogy ezt sajnálom, hogy ez így néz ki, de bízom benne, hogy majd a következő nyilászáró cserénél ez meg fog változni, és bekerül az eredetire hasonlító formájú ablak. Jellemző volt egyébként sok esetben, hogy a nagykapu mellett volt egy kiskapu is, ami a tornác végébe kapott helyet. Ez főképp azoknál a portáknál, telkeknél volt jellemző, amelyek keskenyebbek voltak, és nem volt arra hely kellő szélességben, hogy egy tágas nagykapuja legyen a bejáratnak, hanem a tornácban mentek be direktbe egyenesen, gyalogosan a lakók, illetve a családhoz érkező vendégek. Tehát az, hogy a homlokzaton, az utcai homlokzaton a szoba két ablakán kívül még látjuk a kiskaput is, ez egy tipikus megoldása ennek a tájé népépítészetnek. Szintén a fő utcában található egy polgári lakóház, amit helyi védelemre javasoltak. Így van. A bakonygyepes egyetlen szép polgári háza, amely megmaradt a mai kornak is, az előtt állunk most jelenleg. Szerencse, hogy az épület tömege, nyílászáró rendszere még az eredeti formáját mutatja. Viszont
ahhoz, hogy igazán szép polgári házat kaphassunk, azért nagyon sok tennivaló van, és bízom benne, hogy a tulajdonos majd, lehet, hogyha éppen ezt a riportot látja, kedvet kap hozzá, vagy akár segítséget kér ahhoz, hogy eredeti formájában láthassuk. A fő értéke az épület tömegen kívül az, hogy megmaradt a homlokzati rendszerének a főbb elemei, megmaradt a szép hangsúlyos lábazata, a felette lévő gerenda, illetve még a falpillérekből néhány rész látható a széleken. Biztos egyébként, hogy még voltak közbenső falpillérek is a homlokzaton, amelyek sajnos eltűntek róla, illetve jelenlegi formájában csak következtetni tudunk arra, hogy milyen szép is lehetett valaha ez a homlokzat. Biztos vagyok benne, hogy a polgári házak, mint ami előtt állunk is, ezek 150 éve ezelőtt nagyon szép, díszes képet mutattak, és büszkék lehettek az akkori tulajdonosai és az épületre. 5 ablakot látunk az épületen, ami arra utal, hogy elég nagy lehetett. Hány család lakhatta? Ez egy módos polgári ház, ami előtt állunk, tehát ez egy jó módú családnak lehetett az épülete. Én azt gondolom, hogy ha nem is nagy számban, de hát ugye a polgári élethez tartoztak olyan nagyobb terű helyiségek is, amelyeket azért el kellett épületen belül helyezni. Tehát egy népi parasztházhoz képest, amelynek fő 3 lakóhelyisége volt, ahhoz képest ezekben már volt 4-5-6 szoba is akár. Tehát nem ritka, hogy ilyen szobaszámmal épültek polgári házak. A polgári házakra egyébként még ami jellemző a népi építészet, népi lakóházakkal szemben, hogy az utcával párhuzamosan kialakítottak egy nagyobb tömeget. Tehát, hogy ezzel is mutatták a gazdagságukat, a jó létüket, hogy utcán is széles épülettömeget alakítottak ki. És ezzel párhuzamosan ezekhez az épületekhez egy nagyobb telkek is járultak. Nagyobb telekre volt szükség, hiszen a hagyományos falusias házakhoz képest itt 2-szer, 3-szor, 4-szer, vagy akár 5-szer akkora telken is élt egy család, egy kisebb gazdaságot vezető család. És nem csak a lakóépület volt általában méretében nagyobb, mint egy átlagos családi ház, hanem a kiszolgáló gazdasági helyiségek is, az istállók, a terménytárlók és az egyéb épületek is nagyobbak voltak, hiszen több földeken gazdálkodtak, így nagyobb terménymennyiséget és állatot tudtak, illetve kellett elhelyezniük. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a gyepesi védett épületek közül a legszebb, legígéretesebb, és én nagyon bízom abban, hogy a tulajdonosának lesz energiája és elszántság ahhoz, hogy ezt tényleg eredeti formájába visszaállítsa. Mi okozhat nehézséget a felújításoknál? Mennyire egyszerű olyan szakember találni, aki képes ennek a megvalósítására? A legtöbb esetben nem is anyagi korlátai lehetnek egy szép épület homlokzat felújításnak, hanem inkább most így a 21. század elején a szakember hiány az, ami legnagyobb problémát okoz. Kevés az a jó képzett, igazi szakember, aki ezeket a régi fogásokat ismeri és tudja jól alkalmazni. Tehát például a párkány húzást azt, ha tanítják is a jelenlegi kömbes oktatáson, nagyon, nagyon érintőlegesen. És a legtöbb kömbes, nem akarom őket bántani, de átálltak ilyen nagyipari termelésre, nagy mennyiségű, és nem ezt a finom díszítő munkát igénylő feladatokat szeretik, hanem amivel gyorsan, hamar lehet végezni. Tehát én úgy érzem, hogy ez az egyik legnagyobb probléma az ilyen jellegű épületeknek a szép eredeti formában való visszaállításának, hogy kikopnak lassan azok a szakemberek, akik ezt tudják csinálni, értik és gyakorolják. Mennyire tükrözi a tűzfal az eredeti megjelenést? Teljes mértékben. Azt gondolom, hogy az egyik legszebben, legépebb formájában megmaradt része a háznak, úgyhogy az is mutatta, hogy milyen szépen gazdagon díszített épületről lehet szó. És én úgy gondolom, hogy ez a lehetőség benne van a házban, hogy hasonló összképet tudja mutatni az épület, mint a déli tájolású tűzfala.